Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, Szenes Andrea vagyok, akitől ma tanulunk, a tudomány területén szinte minden lehetségeset elért. Világszerte több szabadalma van, ő az egyik legtöbbet idézett európai tudós, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Vizier Szilveszter. Nagy szeretettel üdvözlöm. Nézőinknek eláruljuk, hogy ismerkedtünk meg mi ketten. Egyszer lekéstem egy repülőgép csatlakozást, és rohanni kellett hosszú folyosókon keresztül. És észleltem, hogy egy fiatalos, kékfehér csíkos, zakós, piros, csokornyakkendős férfi hatalmas csomaggal rohan szélsebesen, sokkal sebesebben, mint amennyire én bírtam mellettem. Angolul elkezdtünk beszélgetni, azt hittem, hogy egy Monte Carlo-i milliárdos úrról van szó, napbarnítottan, gondoltam, utazik vissza luxus jachtjára. Beszélgetünk angolul, hogy lehetne elérni, miközben az úr sokkal jobban bírta a futást, azt hiszem az egyik csomagomat is átvette tőlem, és amikor leültünk, egymásra néztünk, akkor derült ki, hogy mind a ketten magyarok vagyunk, és ez volt ön. Gondolkoztam is utána, és most módon van föltenni a kérdés, hogy honnan ez a fantasztikusan jó állóképessége. Azt tudjuk önről ugye, hogy a tenisz orvosi világbajnokságon harmadik helyezést érte. Azt is tudjuk, hogy első osztályú sakkozó. Honnan ez a fittség szellemileg is és fizikailag is? Az edzést fontosnak tartja ebben? Feltétlenül kell. Én azt hiszem, az épp test mellett az épp lélek az egy nagyon fontos dolog. Első osztályi tornász voltam. Azt a akaraterőt, azt a küzdeni tudást valahol ott szereztem meg a mindennapi edzésen, amikor tényleg már az ember 10-szer, 15-ször megpróbált azt a gyakorlatot, és még mindig nem ment, és akkor 16-ször, és egyszerre csak elkezdett menni. Az agykutató szemével keresvén a választ, hány éves korunkig, meddig tudunk fejlődni, fizikailag, agyilag? Amerikában ez jól ismert, az age discrimination, tehát tiltja az amerikai törvény. Hogy hát valaki... Amerikában ugyanolyan az age discrimination, az életkor szerinti megkülönböztetés, mint a faji megkülönböztetés, a nemek szerinti megkülönböztetés, tehát ugyanúgy kisebbségi megkülönböztetésként kezelik az esélyegyenlőség szempontjából. Pontosan, erről van szó, de ott viszont valakinek nagyon fiatalon is azt mondják, hogy alkalmatlan, tehát hagyja ott az állását. Tehát ott értékrend alapján ítélik meg az embereket, ez az új világnak a nagy ellónja Európával szemben, és nagyon remélhető, hogy az Európai Unió is valahol rátér erre az útra, és valaki, de ha megnézze a nagy politikusokat, Charles de Gaulle-t, vagy Adenauer-t, vagy Sir Winston Churchill-t, hát hány éves, 80-90 éves korukban csúcson voltak. Felnőtt korban mennyire kell másként tanulni, vagy vannak sajátságos felnőttkori tanulási technikák, amelyeket tudna javasolni? Igen, tudok javasolni. Tehát, ha valamit akarunk tanulni, valamihez kedvünk van, az sokkal könnyebben tanuljuk meg, mintha kényszerítjük. Tudományos műsorokat is csak akkor lehet eladni, idézőjelben mondom eladni, hogyha azok érdekesek. Önnek azt hiszem a személyes életében is sikerült, hisz az önnevéhez fűződő Minden Tudás Egyetem igencsak slágerműsor lett. Azt hiszem, hogy a világon nincs még egy olyan ország, azt hiszem Amerikában sem létezik ilyen, hogy tudományos műsor ennyire népszerűvé váljon. A multimédia világát alkalmazva kiderült, hogy igenis lehet sikerre vinni egy ilyen műsort, sőt hatalmas sikerre. És ön is megtanult tulajdonképpen még egy új foglalkozást, és ha az ön pályáját végig tekintjük, akkor felnőtt korban is bizony új dolgokat kellett elsajátítani. Magyarodjunk vissza eredeti kérdésünkhez, hogy miként kell másként tanulni, vagy másként elsajátítani valamit felnőtt korban. Hisz annyira megváltozott, felgyorsult a világ körülöttünk, hogy az orvosi információk ugye 3-4-5 évenként kicserélődnek, minden szakmában így van, ezt tehát állandóan fejlesztenie kell magát az embernek. Ez igaz, hogy felgyorsult a világ, sőt nagyon. És ez sajnos felületessé teszi az embereket. Mert nincs időnk elmélyedni egy-egy kérdésben, és ez a tanulásnak a hatékonyságát is jelentősen lerontja. Ez egy óriási probléma. Ezért van az, hogy a tévé az sikeres, mert az nem csak vizuális ingert ad, hanem auditív ingert ad egyszerre. Több érzékszervünket egyszerre vesz igénybe. Tehát a rádió fölé nőtt, a könyv fölé nőtt, Gutenberg galaxisnak még mindig megvan a létjogosultsága, de sajnos onnét hiányzik az a
másik érzékszerv, ami a televízió tud adni. És ezért hoztuk létre ezt a sorozatot, mert azt gondoljuk, hogy ezzel hatékonyan tudunk oktatni. Olyan információkat el tudunk juttatni tévénézőinkhez, amikhez egyébként sokkal nehezebben jutnának hozzá. Én például egyetemista koromban mindig vágyakoztam arra, hogy okos emberekkel beszélgethessek. És úgy gondoltam, hogy ha ezt itt most megvalósítjuk, akkor ezt több százezer nézőhöz el tudjuk juttatni. Én tudom, hogy a tudósnak az intim területe a tudomány, de elárulná nekünk azt, hogy az elmúlt évtizedben, elmúlt két évtizedben milyen új dolgot kellett megtanulnia? Hát az új technikákat. Nézze, a 21. századra az jellemző, hogy a világ végtelen picivé zsugorodott össze, hiszen ma fölül egy lökhajtásos repülőgépre, és 9 óra alatt az Amerika túlsó felén van, Los Angelesben vagy San Franciscóban. És tehát ami történik a világban bárhol, azt a televízió odahozza. Az amerikai partraszállást, amikor a homoksivatagi akció volt, helyszíni közvetítésben láttuk. Tekinten a földrajzi távolság nincs, jelentősége. Megszűnt. Legyünk őszinték, megszűnt. És ez valami nagyon érdekes dolgot hoz a világba. Egy újfajta demokráciát fog lehetővé tenni. Azáltal, hogy az interneten, a világháló, a televízió segítségével szinte beleláthatunk mindenbe. Azt, hogy előbb-utóbb a digitális technika azt fogja számunkra nyújtani, hogy például nem kell bemenni a parlamentbe, hanem mindenről, akár minden nap szavazhatunk. Az, hogy otthonról intézhetünk el a banki dolgainkat, bármit, a vásárlásainkat. Tehát a világ megváltozik. Olyan világképe van, hogy fogunk ülni egy lukban, és onnan fogunk mindent intézni. Érzelmeinket, bankügyeinket, vásárlásainkat. Kisek nem mozdul lassan. Ez, amit most mond, ez a nagy veszélye a globalizációnak. Ez a nagy veszélye annak, amit elértünk. Amit a tudomány segítségével elértünk el. Hogy képletesen ábrázoljam. A világ, a technika az exponenciálisan fejlődött. Tehát ma már egy másodperc milliomod része alatt jut el egy hír a Hortobágyi pusztáról a fényképfelvételem Alaszkába, hogy az alaszkai újságba egy órán belül megjelenjen nyomtatott formában. De az erkölcs, a görögök, a rómaiak óta, amikor Pláton és Szokrátesz, vagy Arisztotelesz ott sétált akadémia hűs ligetjeiben. Az oda, hogy visszafejlődött? Nem, én nem akarom azt mondani, hogy visszafejlődött. Csak azt mondom, hogy lineárisan fejlődött, vagy nem fejlődött. És az olló szétnyílt. Tehát ma a világ szembenéz, hogy minden a rendelkezésre áll, hogy elpusztítsa a fölgolyót, hogy elpusztítsuk egymást. De az erkölcs, az nem fejlődött. A zsidó-keresztény kultúranak az erkölcsisége az megmaradt. De nem, de generációról generációra újra kell tanítani. Míg a technika vívmányát, a hidrogénbombát, a bármilyen atomerőművet készen kapja a következő generáció. Csak el kell olvasni, hogy kell használni. De az erkölcsöt újra és újra kell tanítani. Ez az írástudó felelőssége. Ez azoknak a felelőssége a családoknak, az egyházaknak, a különböző szervezeteknek, az államnak, hogy újra és újra tanítsa az erkölcsöt. Generációról generációra, apáról fiúra, anyáról leánygyermekre. Mert nem mindegy az, hogy a technika adta lehetőségekkel, hogyan élünk. Az ember alapvetően jó vagy rossz ön szerint? Az ember alapvetően jó. Ebbe biztos? Ebbe biztos vagyok. Az ember úgy születik meg, de már a fogantatás pillanatában, a méhen belüli életben már befolyásolódik az ott lévő agy. Befolyásolódik az, hogy szereti az anya, hogy szereti, ami a környezetében van. És ez a fejlődés, az egyén fejlődés során alakul ki az egyénisége valakinek. Tehát nem hiszek abban, hogy genetikailag a gonoszság öröklődik.